keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlök mindenkit! Egy újabb sorozattal jelentkezem. Szerintem már sok mindenki látta egyébként, minden csatornán megjelent a Mafia 3, mert hát ugye megjelent a játék. Egy picit meg vagyok fázva, elnézést kérek érte. Nem tettek róla, tehát így megfáztam, kész. Na már most, miről is van szó Mafia 3, miért is, hogy is, eddig nem is játszottam Mafia 3-mal, mármint Mafia játékokkal, miért kezdtem el most? Hát egyrészt mert megjelent az új rész, tehát ez így szintem egyértelmű. Másrészt, mert ettől függetlenül szeretnék majd játszani velük. Úgyhogy most ezzel fogom kezdeni, mint ahogy mindennel, hát mindig az újabb résszel kezdem, aztán majd megyünk visszafele. Szóval most egyelőre várható lesz majd a Mafia 3, majd részleteket mindjárt mondok. És zsír. Na, szóval részleteket majd mindjárt még elárulok, hogy hogy várható majd a részek. És lényegében azt szerettem volna kinyögni, hogy majd várhatóak lesznek, hogyha a Mafia 3 véget ér, a régebbi részek, amelyeket lehet játszani PC-n. Ugye azt hiszem a Mafia 2, mind a kettőt lehet. A Mafia 1-et és a 2-t is, és hát érted a 3-at is most. Úgyhogy, ja. Valószínűleg megfázva csak most ebben a videóban leszek, mert a következőt jóval később fogom fölvenni. És akkor most még itt vagyunk. Beszélek egy kicsit erről is. Itt is egy pár dolgot majd ki fogok vágni az elején, hogy engem se basztasson a YouTube, meg ilyesmi. Tehát lényegében arról van szó, hogy maga a játék 30 FPS-nél nem megy több FPS-sel. És ez nem az én gépem hibája, meg nem, tehát nem hardware-es probléma, hanem maga a játék le van lokkolva 30 FPS-re, ami elég gáz. Ettől függetlenül 60 FPS-es videót készítek róla, ami hát gyakorlatilag annyit jelent, hogy minden második képkocka ugyanaz, mint az előtte lévő. Tehát két képkockánként ugyanaz a kép. Mindegy. Lényegében élményben nem lesz olyan nagy változás emiatt. Mert hogy ígérnek hozzá patch-t, ami elméletek 60 FPS lokkal, és akár unlimited FPS-sel is fogja engedélyezni a játékot, hogy fusson, és akkor majd lesz belőle 60 FPS-es videó. Ezért csak az első, ismétlem, az első rész lesz 30 FPS lokkal játszva, így majd csak jóval később jön a második rész a sorozatból, és amúgy is sokat fog késni. Na már most én nagyjából maximumra állítottam a játékot, félő, hogy ez mennyire lesz jó, mondjuk 30 FPS-en remélem, hogy működni fog. Szóval lényegében, na már itt is vagyunk a játékba. Csinálják a kijjel. Hú, öcsém. Nagyon-nagyon durván érezni a 30 FPS-t. Tehát most mondom neked, utoljára... Húsoljává! Elharaptad a nyelvre, mit üvöltözöl? Na, szóval... lényegébe... Oda kell menni. Lényegében, már futós téma van, lényegében F-fel kell beszállni. Hagy mondjam már el, na, szóval, kiírja, hogy milyen kocsi van benne. Soha nem játszottam Mafia játékot, tehát most játszom először, ez az első pillanatom ilyennel. Nem tudom, hogy itt mi a alap trendi cucc. Wow, milyen menő kis irányító cucc.
Lényegében azt akartam kinyögni, hogy ezt az epizódot most 30 FPS-be veszem föl, majd aztán, amikor megérkezik hozzá a patch, onnantól a második, harmadik rész már 60 FPS-es lesz, remélhetőleg minél hamarabb kidobják. Ezért az első rész az már elérhető, tehát hogy majd a videókban ez nem lesz rendszeres ez a gameplay, hanem időszakosan akkor lesz, amikor ugye megjelenik egyrészt a 60 FPS-es, és amúgy sem lesz sűrű, mert azért elég sok idő ezt kijátszani, ezt a játékot, úgyhogy lesznek majd olyan részek, amik ilyen kicsit apró belég küldik, amiket majd nem fogok izében játszani. Tehát lesz pár küldi, amit nem csinálok meg videóban, mert úgy tudom, hogy kurva hosszú a játék, még nem játszottam ugye ilyennel. A másik dolog, másik ilyen dolog, hogy annyit tudok a játékról, hogy itt vannak olyan szinten rendőrök, hogy gyorshajtásért minden piros lámpán átmész, ilyenért megbasznak, csak oda kell figyelni, hogy ne lássák meg. Azt megjelzi a játék, hogyha van közelben rendőr. Úgyhogy ja. Kurva jó alul az a kilométer óra, nekem az nagyon tetszik. Szép ez a híd. Érdekes rajta az árnyék, vagy lehet, hogy ez nem árnyék, nem tudom. Rohadt sötét van a játékban, és egyébként jól néz ki. Azt hiszem a shadow-t nem állítottam maxra, és hát végülis 30 FPS-sel fut a játék. Új. Ez majdnem fagd lett. És igen, egy kicsit orrhangom van, mint a szar. Szóval az első gameplay lesz csak 30 FPS, de ez is 60-ban van föltöltve, szóval igazándiból tök mindegy. Mármint ha van lerenderelve, de a 30-ban van fölvéve, tehát hogy maga... Ne értitek, na, szóval nem kell ezt nagyon túlregélni. Ez van. Én nem tudom, hogy ez mostanság játék készítéknél hobbi. Vagy én nem tudom mi, hogy ez a... PC-re is úgy adjuk ki a játékot, hogy lokkolt FPS. Tehát ez az a baj, hogy mostanság nem az első játékban. Azt megértem, hogy félig készen adják ki a játékot, és próbálnak valamilyen kompromisszumot addig összerakni, hogy oké, és hát gyerekek itt-ott még elszállnak a scriptek, mert túl van tolva, tehát nem volt még jó megoldás kitalálva mondjuk egy-egy olyan grafikai megoldásra, ami miatt mondjuk 60 FPS-nél már nem úgy működik, mint 30-nál, mert ezek ilyen exponenciálisan skálázódó scripteknél ez előfordul, hogy 60 FPS már olyan gépet vesz igénybe, amilyen embernek nincs. És még nekem kell kiszállni, azt hittem legalább automatán kiszáll. A automatán. Elnézést kérek, hogy autónak mondom, vagy autónak mondom az autót egyébként. Na mi a fasz van? Mit kell csinálni? Na mit állsz ott? Bazd meg! Csináljál már valamit. Na végre. Here we go. Szóval lényegében így technikailag ennyit a játékról. Tehát, hogy mostanság ez divat, hogy úgy adják ki a játékokat, hogy lokkolják az FPS-t. Nem mindegyik játéknál. Nem értem miért. Ez egy fasz. What? Ja, most még beszélgetés megy. Na most már van legalább valami. Remélhetőleg a kölgéseimet azt majd nem felejtem el kivágni, mert az gáz. Szóval lényegében elég gáz, hogy 30 FPS-ből megy a játék, de legalább megy, és így legalább fixen. És... És majd, ha jön a 60 FPS-es patch, akkor onnantól majd lesz 60 FPS-be, de mondom, az a második résztől lesz, mert hogy addig én nem játszom a játékkal, amíg nem sikerül 60 FPS-be játszani.
ugye itt minden videó, ami fönn van a csatornán, ez mi a kurva anyja? Minden videó, ami fönn van a csatornámon, ugye 60 FPS-ben van most már, és ezt kívánom is tartani. Úgyhogy emiatt megvárom a patchet. Jó, történetileg ami történt, most a srác, akivel vagyunk, az gyakorlatilag, az egész történet úgy indult, hogy ami nagyon király, hogy visszatekintés. Szóval gyakorlatilag a történet elején látott videó, amit indítottunk, és minden másról pofáztam, az kérem szépen, az a tárgyalás, ami majd az egész játék végén játszódna le, csak már ugye előre elkezdődött az a történet szál, és gyakorlatilag onnan a visszatekintéseket fogunk végigjátszani. És amint tudni illik, itt most gyakorlatilag leszpoilerezve a sztorit, ami hú, de nagy spoiler lesz, amire valószínűleg már számíthattunk, a maffiát egy emberként, ilyen egyszemélyes hadseregként szép apránként ki fogjuk fingatni. Ennyi. És most erről a sztoriról lesz gyakorlatilag, tehát erről szól majd a sztori. Lényegében a csávókánk, akivel vagyunk, fú, bazdmeg, elfelejtettem a nevét, ez tipikus. Mindegy, ő egy vietnámi katona, mert nagyon baszontolta itt a izét, és most jött vissza Vietnámból. És hát gyakorlatilag a szart, wow! Szart, amit kavartak addig, ameddig ő nem volt itt, azt most szépen helyre fogja hozni. És ebből ugye van egy kisebb probléma, megoldjuk a kisebb problémát, aztán majd ebből jön majd a maffiás probléma, gondolom én, legalábbis így előre menőleg. De hát majd ha pontosabban tudok, akkor ja. Van dzsuzsolás, ez jó. Tudunk dzsuzsolni. Dzsuzsi. Na, azt mondja, nem fagy meg ilyenkor a játék, nem kell beszarni, csak megáll azért, mert mutatja, hogy test control. Ja, control. Én kérek elnézést. Hop. Azt a kurva! Csávó! Azt mondja, left control, orbit car. Hogy nem tudom mi. Fuck this! Ennél valami nagyobb baszó fegyver van. Jó, azt mondja, weapon. Weapon, azt mondja, page down gomb, ez most komoly. Hát figyelj, görgővel megy, és a page down gombbal tudunk még pluszba váltani. Q-val tudok valami ütésbe vinni, és ilyen... Aha, egér középső gombbal meg van ilyen weapon wheel, amit lehet használni, ezt életemben nem fogok használni. Azt mondja, X-el álljunk már föl, ezeket majd át fogom konfigurálni a picsába, mert nekem nem tetszik. Na, mindjárt valami kis action. Imádom egyébként azt a játékot, amiben ugyanígy van megcsinálva minden, hogy szépen amit videóként szántak, meg játékként szántak, is a grafikus motor renderel, tehát ez kurva jó. Nincs ilyen fölskálázott videó, meg lófasz, meg izé, hanem grafikus motorral kész. Igen, van némi pénz. Ja igen, hogy hol vagyunk, valami börtönnek a szemétégetőjében, amúgy, csak így mellékesen. Igen, elindult a riasztó, eddig még csak a videó átvezetőt nézzük. Itt az elején még megnézzük az összeset.
De baszó, ebetű. A nem baszó, mert ebbe több lőszer van. Hát, hogy mondjam, érdekes, hogy nem jelez vissza semmi, hogy most kitöltem meg, vagy kit nem. Mivel covereltem? Left controllal. Hát bazd meg, kifogytam. Ez gáz. Na, azt mondja, held bar, take over control, igen, ezt tudjuk, T-press, shoot, mit tudjam én, mi a péló. És Q. Aha, szóval, hogy visszatölt az élet. Ne legyek fasz. Hogy van? N betű, XL. Bazd meg. Kicsoda, azt mondja, control, aim, low. Azt mondja, you can aim assassin to low. Hide or turn off. Aim, tell. Jó, fasz ki van. Fingom sincs, miről pofázik ez. Annyi, hogy tényleg most sokkal jobban... Na. Elköhögnöm, bazdnak. Engedd már a falat! Csávó, már csúcs véres. Mi a fasz folyik itt? Lockpick? Na, bazd meg! Hát ez pulling, vagy mi a payload? Na, azt mondja, pull step, E press. Na, erre kíváncsi leszek, bazd meg. Hogy van ez? Ja, szóval ahol a leginkább kicsi. Ennyi. Hát ez fantasztikus, tehát hogy ez nem volt valami nagy szám. Meg felveszik a másikat is. Ugye mindjárt jobb. És lőjünk is vele, bazd meg, mert ha nem fogunk vele lőni. Beugyozok. Way worse than this over in Nam. Ooh, yes. Ki lehet lőni a lámpát. Mekkora baszó volt ma. És most miért van vége? Nem is tudtam lőni. És akkor igen, most vagyunk ott, hogy visszatérünk a maga abba a tárgyalásba, ami végig tárgyalja azt, amit végig fogunk játszani, tehát hogy gyakorlatilag ez most már a jövő. Úgy értve a jövő, hogy a játék végén, tehát a történet végén lejátszódó tárgyalás, és mi most a történet elején lévő sztorit néztük végig. Egyébként baszón néz ki a játék, tehát jól néz ki, annyira amúgy még nem láttam belőle sokat. Viszont eléggé ilyen homályosul minden, lehet, hogy egyébként ez beállítás kérdése, lehet, hogy ki kéne kapcsolni egy-két beállítást, és akkor nem lenne ennyire ez a dolog. Keep your ass out of trouble. Azt a micsoda baszó kocsi. Na, szóval, ez valami féltesunk vagy micsoda, az előbb csávó meg csak látta, hogy katonák voltunk, vagyunk, és akkor jött beszélni, azt mondta, hogy mi a hajzat, szóval, hogy... Örül neki, mert hogy ugye ez a
nem akarok hülyeséget mondani, töriből sosem voltam jó. De inkább nem is mondok semmit, tehát ez a mit tudjam én melyik háború, de tudja, hogy 800-an le fogják kéni kommentbe. És lényeg az, hogy vietnámi háború, azt hiszem. És nem túlzottan fogadták olyan. Hát nem sikerült vagy micsoda, és ezért akik visszajöttek és túlélték, azokat nem fogadták túlzottan nagy szeretettel, tehát hogy emiatt elmutatják. De eszméletlen jól néz ki a kocsikon lévő tükröződés. Nem ez a spárban megvásárolható tükrözés van így, tükör van így rányomva, hanem az elég durva a cucc. Azt mondja, tabaklóz most. Hát én ja, ez a map. Ja, és akkor jelöljem ki, hogy hova kell menni. Ide kell menni. Ó, hát ez eddig jó. Egyébként a hadok tetszenek. Szóval baszón néz ki a Verda, csak eléggé fos. A vezetési mód nem szimulációra van állítva, hanem azt hiszem normára. Új. Hello, Bello. Észrevezessünk már, baszki. Érdekes, egy kicsit még így is ilyen... Érdekesnek érzem ezt a vezetési stílust. Bazd meg, komolyan mondom, annyira GTA-ba érzem magam, hogy nem tudok vezetni emiatt. Na, azt mondja, a rendőr van úgy, hogy normálisan kéne vezetni. Rendőr van, baszki. Hülye vagy? Meg kell állni a pirosnál. Nézd meg, a csávó is úgy megállt a pirosnál, hogy ráparkolt a zebrára, hogy Marika néni át ne tudja tolni a kis kocsit, te köcsög. Na, legyen már zöld, bazd meg. Hetekig nem fogok itt. Hetekig nem akarok én itt állni, csezd meg. Azért elindult a Verda. Jó, hát itt igazándiból csak figyelmeztetett a játék, hogy itt utána bajok lesznek. Igazándiból 30 FPS-sel megy a játék. Elnézést, bocsánat. We don't need J. Edgar up our asses, and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Nem mennyi 180-nal, te meg mennyi előttem a picsába? Annyira nem vészesek ezek a rendőr dolgok. Annyi, hogy a térképet kell figyelni, hogy merre kell menni. Eszméletlen fasz, hogy oldalt vannak a táblák, érted? Itt, hogyha ott lenne, érted? És akkor mennyi arra? Ez a GPS jelzés, ez eddig szerintem szenzációsan jól megvan oldva. Elég jól néz ki egyébként a világ. Nem tudom, olyan homályosnak tűnik az egész, vagy nem tudom. Olyan, mint hogyha 720-ba lenne renderelve, pedig be van állítva faszán a játék, de jól néz ki, meg vannak éles pillanatai, csak... Így azért, adja neki ez a sok cucc. Álljál meg, bazd meg, mennyi. Na, nézd meg, én ráparkolok a zebrára. Úgy elmondom neked, zebra mögé 5 méterre nem lehet parkolni, mert a kilépő gyalogost úgy elütöd, mint a kurva anyját. Na, ja, hogy nekem kéne nyomni, bazd meg. Ez a checkpoint rendszer, ez így még nincs meg. It's party. Jó, man, úgy érzem, hogy ezek a régi ismerősök, és... úgy érzem, hát igen, tehát ez a Lincolnnak hívják a csávót. Na, fassa. Igen, szóval welcome home son, szóval ez az otthonunk szerintem, innen itt voltunk, hát hogy itt éltünk, és innen mentünk ki a háborúba, gondolom. De igazániból aki tud angolul, az elolvasta a szöveget, én nem tudok angolul, legalábbis annyira, hogy én ezt így mind le tudjam nektek fordítani, mert nem elég egyszerű a párbeszéd, meg elég durva dolgokról van benne szó. Ezért pontosan nem fogom lefordítani a szövegeket. Paul Lincoln,
Paul Lincolnnak hívják a csávot. Na, most már tudom. Á, most ahogy mondják amúgy is, tehát... Na mindegy, itt lesz egy kis hagyjuk, jó. Tehát, hogy meg is vagyok fázva, amúgy sem tudok beszélni, meg még most ezzel is játszunk, úgyhogy ez durva. Ez a csávó, aki beszél a tárgyaláson egyébként. Na, most ez. Kurva jók az animációk, érted? Olyan szinten megvan animálva a csávó arc, hogy befosol. Gyönyörű szép. Hát igen, itt megint a izéről van szó. Hogy miket kapott a háborúban. Ez a pap. Pap. Hát mivel, hogy olyan a cucca a nyakán, szerintem ő a pap. Kurva nagy a frizurája, érted? Komolyan meg van csinálva a játéket. Bejátszás. Isznak a pappa. What the fuck? What choice do you have? Tényleg nagy állat egyébként, Lincoln. One way or another. Man, whiskey's going to hoit in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as you left it. I'm going to take the basement. The basement? Why the fuck you want to crash down there? I'll see you in the morning. Asszony, what? Alul, lent kíván aludni. Wow, miért? Wow, megkaptuk az irányítást. Na ez miért? Miért nekem kell menni? Go to bed. Hát köszönöm szépen. Tényleg, ezt már nem tudta elintézni a játék egy cinematikkal. Ezt nekem kell csinálni. Valószínű azért, mert lehet ezt aludni a játékba. Tehát, hogy így, mint a GTA-ban így át lehetne aludni dolgokat, és akkor lehet megint nekiállni dolgoknak, amik időre kötöttek, vagy hát nap... Írőszak cucchoz. Jó. Ez a kellemes kelés. Gondolom a háború után nem túl egyszerű. Nem tudom miért alud lent. Tehát hogy így... What? Mi boly? Teljesen jó. Úgy érzem a következő 5 percben is szórakozásom megvan. Nem egyébként vicceltem. Ez mi a ezt a fasz? Várjál már, ezek a Playboy meg a cuccok, ezek ilyen gyűjthető hobbilófaszok. Tehát ez a nincs időd, bazd meg, akkor nyugodtan gyűjtögessél még több lófaszt. Akkor nézzünk már körül, hülye vagy. Úgy érzem, hogy ezek ilyen full of fuck of random helyeken lesznek, ahol itt minden lópéló van, és az a baj, hogy általában egyszer játszok egy játékot, amit látok az egyszer. És hogyha... Tehát én nem nagyon veszem elő még egyszer azt a játékot, amit mondjuk gameplaybe végigjátszottam. Pontosan azért, mert gameplaybe kiviszem rendesen, és akkor... És akkor köszönöm szépen, ennyi. De nekem az bőven elég, tehát hogy én amit itt elszenvedek, nekem az elég ahhoz, hogy így mindent tudjak a játékról. Na, mármint hogy elég legyen a játékból. Én nem tudom, mik ezek a hangok, öcsém, de komolyan kezdem horror játékba érezni magamat. Bár még sosem játszottam horror játékban úgy igazán. Na mindegy, összeszedtünk lent két gyűjthető cuccot, ne felejtsétek el, ott vannak. Ja, és ennyi is, akkor innentől talking van, amit hogy talking. Megint bejátszás, eszméletlen jól néznek ki a karakterek. Az a durva, hogy ezekkel a karakterekkel... játékban is találkozunk, mert mint hogy gondolok úgy, hogy nem csak a cinematikban van ilyen kibaszott kidolgozásuk, hanem menet közben, amikor én mindjárt vált a játék, játékmódra, és akkor hát az is durva. Durva, kurva jól néznek ki. Meg azért elég jó oda van baszva az öltöny is, tehát
Kurva jók. Nagyon jók, nagyon szépek. Mi a pap? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out. Nem tudom, mi a fasz van most. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you. Na, fingom sincs, hogy miről van szó, de szerintem a kis tesójáról, mármint hogy a fél tesójáról, kis tesó, mi a fasz. Na mindegy. Igen, megint a tárgyalós. A pap. The pap. Friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. Milyen jól néz ki már a köcsög a kezébe. But then he found out about the trouble Sammy was having. Kibaszott jó. Tök jó egyébként. Mi lenne, ha mondjuk a feliratot, hogy 5 centivel lejjebb rakták volna, bazd meg. Nem takarnák ki a fél képernyőt. És mondjuk kevésbé zavarna. Mindegy, lehet, hogy lehet állítani amúgy. Volt valami ilyen bordering nevű opció. Mert ilyenkor teljesen korrekt, hogy nem takarja le a fejét. Na mindegy. Úgy érzem, játszani fogunk megint egy keveset. Mi a tészta? Ajajajajajaj. Ugrottunk egy kicsit időbe, február 21-e. Tök jó, azaz holnap van a név szülinapom, fuck this, mármint ugye a játék szerint, csak hát abban az évben nem. Miért van ilyen retek sötét mindenhol, bazd meg? Energiatakarékos izzótok nincsen? Azt hiszem, mi a picsa az a kék cucc? Ez mi a fasz? Ó, most nem mondod komolyan, levesszedek a csávókának. What? Aha, senki nem írja, de nekem kell lebetűt nyomni, hogy szedjek, érted? Hogy néz ez ki te? Szedjél neki, ne lássam többet. Hát ez fasza. Érted, visszajövünk a háborúból és levest osztunk, baszki. Mekkora durva már. Micsoda mikrofonfej, beszarsz! Jó, hát mindenkinek kiosztottuk a maga kis adagját. Wow! Ki ez a bula? Ja, ez lehet, hogy a tegnap ízéből. Hello, 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 hello. Valaki gyorsul a háttérben. Milyen menő Verda már, baszki. Komolyan mondom, mindenki Ferrari-ról álmodik. Olyan Verdát szereznie. Ú, ezt nem én csináltam. Ez ilyen, azt mondja, dupla V space. És azt mondja, Q. Takarodj! Micsoda ütések, gecia. Ezek ilyen... Q-val verekedsz, értem, és agyonbasztam a gyereket. Ennyi volt. Azért nem tolták túl Q-val. Lehet, hogy én vagyok balfasz, de én Q-val verekedtem, szóval... Ezek mi a tészták, mi? No Kedli, vagy mi a szar az? Szerintem valami csontok. Csontok? Vagy én halványra fingom sincs. Megint visszaugrottunk ugye a tárgyalásra, ami később van, mint amit az előbb játszottunk. Eléggé nehézkes követni ezt a dolgot. Nem nehézkes, csak hát nem egyszerű. Kézmosogatás. Totyi. Time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. Again.
I suppose it is. Sixer, 7 months ago, folks in the hollow started getting robbed. Azt mondja, 6 vagy 7 hónapja állandóan kirabolják a boltot, vagy micsoda, kik, hát azt érti. Hát ilyen uzsora-szerű dolognak mondanám, szóval jönnek és elkérik a just, és elviszik az utcát. Bár mondjuk nem tudom, hogy ezt miért lövöldözéssel kell minden nap indítani, de végülis más világot élnek, szóval lehet, hogy így könnyebb a kommunikáció. Az biztos, hogy a gépfegyver a ladába beépítve az egy nagyon jó nézeteltérés rendező eszköz. Tehát amikor azt előveszed, akkor nem túlzottan kötnek beléd, és akármit mondasz, neked adnak igazat. Ez mi a fasz? Halványul a fingom sincs. Kellenek fegyverek és lőszer. Azt mondja, hívd ezt a számot, de ne tudjon... Tehát csendbe intézzük a jet, vagy what the fuck? We can sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Aha. Do this quiet. Na, most mondja, amire én gondoltam. Előbb össze-vissza néztem a dolgokat. Tehát, hogy do this quiet, szóval csináljuk csendesen, tehát magyarul szép apró lépésenként fognak kippingani, mint kurva anyja. Gondoskodom róla, hogy biztos, hogy nyugodtabban aludjunk. Szóval a hard people, szóval, hogy nehéz emberek, mármint, hogy ja, tehát, hogy erősek. Ezt meg japánul mondja. Nagyon örülök neki. Japánul nem fogok megtanulni az elkövetkezendő 10-15 évben, úgyhogy azt megint felejtsük el. Amúgy nem japán volt, hanem szerintem... Halvány él a fingom sincs, hogy mit csinálunk jelen pillanatban, mert az átvezető után némi bakival folytatom tovább. Ez mi a péló volt? Remélem villámlás, mert... Ho! Úszak oda! Azt mondja, swimming to dock. Hát, ahogy gondolod, barátom. Remélem aligátorok nincsenek öcsém, mert akkor én most itt... Jó, és space-el tudsz kimászni. Azt a de kurva vizes lettél. Jó, na azt mondja, igen, elég fos ez a menü, na mindegy. Option? Nem, de option. Igen, és így végig gördül. Control, please. Na. Mindjárt faszák vagyunk. Jó, azt mondja, stalking. Hát azt csinálom most, hülye gyerek. Jó, oké, nem izgat. Aha, még van ilyen kis... minek hívják azt? Azt tudja. Hogy ne tud elnyomni rögtön. Jó, mi a feladat? Azt mondja, find Baka. Mindent értek. Úgy érzem, én lipi lopakodok oda. Aha, és menet közben ki is lootoljuk. Hát a hosszabb fegyver az nekem jobban tetszik. What the fuck? Miért lőttetek rám, baszki?
Hú, bazd meg. E betű. Sutigun. Ne a kút nyomom, bazd meg. Nem lehet vele valamit kezdeni. Mi a faszom az a fölnyíl? Most már semmi. Jó, reloadolunk. Nem tudom, fegyverbe kell reloadolni? Nem tudom, hogy a pélóba váltok fegyvert, de hogy sose az van nálam, amelyik nekem kell, ez biztos. Google-jál, basszalak meg. És legyen nálad a kis pisztoly, mert egyébként baba baszás lesz itten. Ez csak egy ilyen kis mikrodadogás volt, nem kell félreérteni a dolgot. Jó, azt mondja, halványlag őzöm nincs, hogy mi az Istent keresek. És amúgy sincs. Remélem meglátnak és megbasznak. Ajajajajaj, úgy érzem, hogy némileg erősebb fegyverhez jutottam, mint azt gondoltam volna. Megérte akkor ide lejönni. Julika néni, mi az Isten csinálott? Mi? Jó, innen nem tudunk lőni. Ez viszont kurva nagyot fog ütni. Hát az bassza magát ottan. Jó. Hát... gondolom ezzel a kerítésen úgy tudunk átjutni, hogyha itt bejövök. Jövök hozzá ide. Mivel coverkedünk? Na, azt mondja, hold, delete, what? Think the boss was worried that Sammy would involve Marcano. Ask him to come down on us. Mekkora búzán van ez beállítva te? Mi a kúval leszedlek, köcsög? Better see who that is. Target practice starts now. Baj van, more. Amigóék lőnek ránk. Az a baj, hogy ezek nem egyen vannak. Ez a kis pisztoly, ez bassz. Hol szinte pofán kapta, hogy megijedtem tőle. Vagányak a lámpák. Lepkék szállnak rá. Zsír. Hogy utálom én itt van. Kimész a kertbegetsz. Elkezd sötétedni, azt onnantól baszhatod, mert jönnek azok, akik így lepkegenyog. Na. De figyelj már. Mi lenne? Cover? Hogy volt a cover? X, Y, Z? Nem tudom. De az élet elég gyorsan visszatölt. Úgy látom, azt nem sajnálták. Tudom, hogy van nagy fegyverem, csak... nem biztos, hogy kis Johnny-ékra kéne elpazarolni, meg Jani bácsira ott, aki ott innen éppen sétálgat a kutyával. Mert a kis pisztoly is baszó, szóval... figyelj, a fán keresztül ne lőjél már rám, mert az most már kezd fájni. Hú! De... tölts vissza élet, please! És ennyi, kész, visszatöltött. Tehát van egy kis idejő. Amíg szóval lehet, hogy most tényleg előveszem a nagy fegyvert. Hát nem vettem elő. Miért nem veszi elő? Aha, értem. Á, nem, ez nem fog menni, srácok, gec. Semmel nem tudok megmozdulni. De falon keresztül azért ne kapjam már beléci. Mozgás közben annyira nem. Nem tudom, mit kéne megtalálni, tehát hogy így... van térképem? Túl messze vagyok hozzá képest. Az egy fűszál, értem. Srácok, nem látok semmit. De itt legalább tudunk előre haladni.
Megint beszartam a fűszáltól, érted? Befostam tőle. Szó szerint kurva jól néz ki a játék. Honnan a kurva anyából próbál lelőni. Még nem tudom, hogy itt mik vannak. De ez a 30 FPS, ez kurva gáz. Érzem. Nem lehetek kamera oldalt váltani, bazd meg, hogy nem mindig pofával legyek előtte? Mi lenne, ha meghalnál, öcsém? Tehát beszarok. Azt mondta, hogy empty. Meg hogy suck my dick. Így, bazd meg. Na most problém van. Azt mondja, figyeljek a healthbarra, nem mondod. Please. Thank you. Hát bazd meg. Meg... Mi lenne, ha eldöntenéd, hogy melyik irányba futsz? Öcsém, leesett a lába a csávónak? Azért itt vannak amúgy, pedig normálon játszom. Próbáltam magamat nem megszopatni. Az király egyébként, hogy a töltényt legalább nem kell fölvenni. Ez a hátba lő, akkor én... Mi az anyám, miért nem tudsz meghalni? És még mindig nem halt meg a csávó. Lőszer meg sehol. Van itt medipack, azt írja. Itt van a kis buzi. Kurva jó játék, tehát komolyan mondom, ez tetszik? Tetszik, hogy nem ez a egyszerű a lövöldözés, hanem úgy... Thompson! Hülye vagy? Na nincs benne lőszer, bazd meg. Azt mondja, kú. Talking bitch. Fuck you. Who are you, butter? Fuck you. You made a big mistake going after the hollow. The temple boy akezd itt harcolgatni. Durva lesz. Mindenkit kinyírtunk, úgyhogy túlzottan nem igazán értem, hogy még mi az Isten van itt. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Jakica. Mi a fasz? Nem már, geci? Most ez egy kis csaj is látta az egészet? Nem, ez egy nagy csaj is látta az egészet. Jó. Take it easy. Ez egy bezárt éjjel nap fasz tudja ki akarja nyírni, de már halott, tehát jó nyugi over igen. Egyébként miután 30 FPS is csak a játék, és egyetlen egy videó lesz belőle most kezdetnek. Ezért igen hosszú lesz. Nem mondod? Van most már ilyen kis páleszos üvegem. Ami egyébként nem az, de mindegy. Ó, medipak. Ez már nem kell. Jó. Searching. Jó, hát az már nem fér hozzám. Nekem kis pisztolyból kéne, vagy valamiből kéne lőszar. Mi lenne legugolnál, basszeg, akkor mondjuk... Most... Az anyádat! Eszem faszom megáll. Na, azt mondja, G-hold, I'm Molotov. Tehát egy G-vel tudok dobni. Throw, release, az fasz tudja, és J-cancel, J-vel tudod lecancelelni. Ez mindig faszul van beállítva, nem baj. Eszem vagy, én basszalak meg.
Jelenleg ugor el. E betűvel ezt cserélt ki. Ó, hogy basználak meg. Ezt vedd már fel. Nem. No. Nothing. Nem látom, hogy hol vannak igazándiból. Mindenhol. Ezen kívül. Na, figyelj, kibuksz, akkor bukok én is ki, mármint, hogy amint kibújsz. Már nem azért, de... T. Q. Hú, van valamilyen... Ja, mert most már gyógycitárból néztem olyan cuccot, amivel így... adrenalin dolog van. Az a baj. Nagyon hallom, hogy csattog a fegyver. Mármint, hogy... hogy nincs benne egy lőszer se. És ez itt bizony fag lesz, mert nincsen. Ajaj. More. Hol van More? Kicsilik lőszer. Akkor felveszik ezt. Ja, hogy ez egy üres fegyver, aha, értem. Tehát most az üres fegyvert kicseréltem a másik üresre. Ez eddig haladás. Appazeg, ne szopassatok már, gec! Ez még itt szenved, bazd meg. Egyszer bújj ki, légy szíves. Na, figyelj, felbújik. Bazd meg, na, erre mit mondott a csávó? G-vel kell tartani, vagy mi? Elég gáz az, hogy bármilyen fegyvert veszek elő. Ujj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 
Akkor mondom, mindjárt meghalok. Azt mondja, egyébként mit csináltam én az előbb, hogy föltöltöttem vele az életemet? Fasz tudja, mindegy. Az meg komoly. És nincs több lőszerem, megint. Hát ide nekem ne dobáljál, hülye gyerek. Valamiből vegyél föl fegyvert, vagy valami történjen, mert itt baj van. Kis pisztoly, please. Vegyél valamiből fel fegyvert, lőszert, lőszart. Reload, nem tudok beszélni, nem baj. Reload a skill. Na ez mi? Ez most csak fegyvercsere. Most nagyobb piszti kell, hülye vagy? Motherfucker! Menj már föl, bazd meg! Tével tudom! Nem molotovolja! Az meg! Az a baj, hogy semmi nem jelző, hogyha jó helyre célzok, így ebbe a kurva sötétbe. Na, bújjál ki, buzi! Az meg, lőj már rá! Fölgyújtja magát! Tök jó! Pont akkor lőttem, amikor dobott volna. Ez egyszerűen fantasztikó. Jó, amúgy az, hogy tőlük fel lehet szedni a lőszart. Fontos. Fontos, mert kurva kevés lőszarunk van. Nem tudom, honnan lehet lőszart szerezni. Ez valami baszó pisztoly, de...
We ain't stopping till we find you, bruh! Stab him! Hol van? Hol van, bazzeg? Srácok, nem látok semmit. Viszont azt látom, hogy most már legalább van lőszerem. Mert hát kinyírtam párat. Amúgy mi lenne, ha nem akarnék kinyírni mindenkit, hanem mondjuk át takeover-elnék őt egészen? Igen, tehát hogy nagyjából kör közepére fejet teszel, akkor az halol. Úgy, kb. Egy-két golyóból lehet aratni. Kurvára nem lehet odáig eltalálni. Ú, az bekapta rendesen. 54. Lőszer kell. Pontos. Nem bassz fel! Ja, ez a buzeráns jött ilyen hülye gyerek módjára ide. Értem. Ja, hogy ő még szétdobál itt minden. Na! Gyere, baba! Menjünk akkor! Drive the sim, get. Ó, és ő még lövöldözik a kocsiból. Hát, na takarodjatok, geci jó a játék eddig. Kibaszott sötét, majd lehet, hogy a brightness-en állítok egy icipicit. Bár mondjuk, nem tudom, megadja a hangulatát, hogy night az night. Kis srácot, ezt nem fogom annyira kedvelni. Nem tudom, van kameraállás? Aha, V betűvel. Ez a közeli, távoli, legtávolabbi, motorház tetői. Úgy mellékesen, hogy tanuljunk egy kicsit a játékmechanikából is valamit, így érezzük, hogy mi miről is szól itt a dolog. Eszméletlen fasz a játék. Nekem nagyon tetszik ez a ultra sötét. Ja, nem látom, hogy merre kell menni. Hát mondjuk igen, ezért tetszik. Meg ezek a táblamutatós dolgok. Every motherfucker. Jó. Nem vízen keresztül megyünk. Autópálya, nem tudom kimondani ezt normálisan. Az a baj, annyira hozzászoktam, már nagyon régóta így használom ezt a szót. Hibásan. Hogy autó, mármint autónak mondom autó helyett, na mindegy. Majd javítunk ezen. Új, satú. Jobb klik, vissza kettő. Padlógáz. Milyen állat már ez az egész. Annyira egyébként nem néz ki jól, mint azt én így gondoltam. Nagyon epicnek volt beállítva a game. Annyira azért nem. Vagy lehet, hogy csak még most szar, mert hogy itten vannak ilyen kisebb problémisztikák. Mi az Isten? Ez mi? Jó, hát ez lófasz nem látok. Én értem én, hogy napsütés, de bazd meg, ez egy atomvillanással egyenértékű. Nem baj. Hallod ezeket a gép... kerék csikorgós kurva anyját. Azt hiszem, nekünk garázsolni kell egyet. Ó, na takarodj! Eszméletlen! És ugye visszatértünk ugyanoda, ahol az elején elkezdtük a dolgokat. Nem elkezdtük, hanem a tárgyalás! Így fogom mindentől hívni. A tárgyalás, ez a játék végén lévő összegző, visszatekintő. Érted? Nem érted, az se baj. Jó a játék. Tetszik, elvégeztük a melót, oda basszunk nekik egy picit. Biztos, hogy nem fogják ennyiben hagyni, amennyiben maradtak. Tetszenek egyébként a hádok. Olyan letisztult és ilyen metro style, úgyhogy egész fasza. Vietnámról beszélnek, nem tudom, hogy ezeket így lehet-e... Aha, igen, így lehet skippelni egyébként.
ha ezt kiskippeljük, akkor kapjuk azt, hogy Story Mission Unlocked, Time to Make Challenge, Drive to, mit tudjam én mi, jó, Downtown, és oda kell mennünk. Na, srácok, én köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett, hogy ilyen hosszúra hagytam a dolgokat. A következő rész valószínűleg már 60 FPS-es lesz, és akkor onnantól folytatjuk a játékot. Remélem tetszett mindenkinek a játék, nekem nagyon tetszik, főleg az, hogy elég jól néz ki, és viszonylag jól fut 30 FPS-sel, vagy 60-nal remélem hasonló lesz. És akkor ez olyasmi, mint a GTA, szóval így szabadon nyomadhatjuk neki itt a dolgokat. Ez például jól néz ki minden. Nézd meg, bazd meg, még az utcán járó emberkék is felismernek. Mi verda már az öcsém? Szóval, micsoda kis palota, bazd meg. Hát mi milyen, tuskó, vagy mi a szar, nem tuskó. Várjál, oszlopok, nem, a fasz tudja, hogy hívják azok, nem. Jóan akartam mondani, és erre tuskót mondtam. Na mindegy, szóval a Story Mission ott van, át kéne oda drive-olni. Következő videóba, az is lehet, hogy még lehet, hogy ha nem adják még a patchet, akkor még lehet, hogy azt végigjátszom így 30-ba, de utána már mindenképpen 60. Köszönöm szépen a figyelmet, micsoda fa ez öcsém, ebben nincsenek törések, érted, olyan egyenes, mint szar, szép hullámgörbe. Na, köszönöm szépen a figyelmet, és ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és várjátok majd a következő részt, ami majd kicsit később lesz, mint azt már többször is elhangoztattam a videóba. Elmondtam a videóba, vagy hangoztattam a videóba. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel érte a csatornába, hogy lássátok majd a következő részt. Nézzetek körül a csatornámon, lent a nevemre kattintva. A csatornán megtaláljátok az összes előző videót, ott van GTA-tól kezdve minden, tehát csomó hasonló játék. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó szórakozást a többi videómhoz is, szevasztok!